Gera Zoltán labdarúgó, Jakabos Zsuzsanna úszó és Kárpáti Enikő atléta. Csak néhány név azok közül, akik Pécsett a tornával kezdték sportolói pályafutásukat. A torna mozgás anyaga jó előképzettséget jelent, bármerre is visz a fiatalok útja. A versenytornász fiúkból azonban hiány van a városban. Hétvégén a PSN ZRT gyermekkorosztályú fiú versenyzői országos bajnokságon szerepeltek, de 5 helyett csak 4 fős volt a csapatuk, így nem tudták hozni azt a helyezést, amit egy komplett csapattal tudtak volna. Az 5. tag pontjainak hiányában 14-ek lettek. Nekem nagyon tetszett ez a verseny, és sajnálom, hogy a csapatban nem voltunk meg, mert csapatban nagyon jó eredményt tudtunk volna elérni. A gyermekkorosztályban gyűrű, ugrás, talaj és gimnasztika szerepel a versenyprogramban. Jól ment az ugrás, a talaj és a gimnasztika, de a talajban meg a gyűrűből még kéne fejlődni. Van, aki idősebb testvére miatt kezdett el tornázni. Ugye a tesóm ugye az ide jött egyszer, és akkor ugye mondtam, hogy én szeretnék egyszer ide járni, és akkor nem tudom, hogy itt mi van, és akkor ugye én most ide jártok. A fiúk mindegyike szereti a tornát, és egyelőre nem szeretnének váltani. Én nagyon szeretek, és anya egyszer mondta nekem, hogy ki szeretném próbálni, és hát nekem tetszett, és azért ide járok. A versenyző fiúkkal Schneiser Zoltán és Rovó Attila foglalkozik, az óvodásokkal pedig Erdeiné Békési Valéria ismerteti meg a sportág alapjait. Nagyon várjuk a fiú versenyzőket, illetve a fiú tornászokat. Ami jó hír, hogy nálam most jelen pillanatban 10 fiú óvodás van az OVIS csoportban, és abból 2-3 nagyon tehetséges gyerek, úgyhogy szeretnénk azért újra és folyamatosan építgetni, de várjuk a jelentkezőket. A PSN ZRT tornaszakosztálya 2015. augusztus 1-én alakult, a korábbi Pécsi Torna Egyesület elvei mentén. A cél a torna, mint olimpiai sportág népszerűsítése, a hagyományok megőrzése, ápolása. 2018. február 1-ével vehették birtokba a fiatalok az új tornacsarnokot, mely nagy előrelépést jelentett a szakosztály életében.